Kérdezem a létről. Őrület, ennyit kell dolgozni, ez egyszer ilyetetlen. Papa! Papa! Tessék! Találtam valamit. Na. Mit? Egy isteni út. Út hol? Augusztus 4-től 16-ig. Igen? Szicíliában. Szicíliában? Mikor? Augusztus 4 és 16 között, és akciós. Mennyi? Nem sok, hát 380. Senki? Aha. De 14 nap, és teljes ellátás. Mi az, hogy teljes ellátás? Én all inclusive? Nem megyek all inclusive. Nem, nem kell. Fogok zabálni egész nap a tengerpartra. Nem kell zabálnod, ne kell ilyenvacsora, amit teszem, amit akarsz. Hm? Nincs olyan félpanzió, vagy csak reggel és ott a környezet? Egy, azt választunk, amit akarunk. Mivel mennénk? Legfeljebb este emeljünk kezünket pizzát. És Olaszországban mondjuk mit tegyünk? Pizzát. Na. Biztos vannak ott más ételek is, nem? Na szóval mi ez? Mikor lenne? Van ilyen cseppfalú. Igen. Gyönyörű. Fú, de szép. Olyan? Ilyen sötétkék a tenger. Meg kicsi, édes kicsi. Gyönyörű hegyek. Muszáj ezt most megbeszél. Hegyek a tenger körül. Tehát nem ez a nagy napos síkság, ez a végtelen, ez az unalmas, sőt félelmetes szörnyűség, tudod, hanem ott vannak a hegyek, és ettől olyan romantikus, olyan, mint egy ilyen régi, tudod, ezek a romantikus filmek. Tudod, amik még ilyen olyanok voltak, hogyha fekete-fehére tennének, de így ki lennének színezve, tudod? Ez a kettő. Ilyen hátfűbogát meg ezek. Valamint a nőt mindig mennek ilyen fehér. Valamikor veszel levegőt is? Édes kicsim! Édes. És azon rögtem az összes ilyen filmnél, tudod, hogy bemert a nő, frissen ondolált hajjal a tűzbe, és ugyanúgy jött ki, ekkora rúzsa. Annyira vicces. De hát én kicsit akkor még voltak ideálok. Hittek az emberek a férfinő kapcsolatban. Most ez már ért. És a mi kapcsolatunkról beszélsz? Gyönyörű bőrsarokat. Gyönyörű bőrsarokat. De most komolyan most neked ezt tetszik, ez a mostani divat, mert szerintem annyira idétlen, hogy mindenki tényleg úgy járt el az utcán, mint a gladiátor lenne. Tehát még jó, hogy lándzsal nincs a kezükbe, nem? Hát hogy néznek ki a csajok? Ráadásul ilyen lapos, ilyen szandál, így eltakarja a bokáját, feljön a térdéig ez a bőr, nagyon kényelmes lett nyáron. Kinek álljon a lapos, érted, aki két méter nincs cent. Szeretnék dolgozni. Nem, dolgozni. Már nincs sok át, csak 40 oldal. Na akkor elmegyünk? Hova? Ma? Szicíliába. Hát mi? Mennyit mondtál? Nagyon jó ez. Mennyi fejenként? Beszélned kéne a Szabóval. Miért beszélek a Szabóval? Nem beszélek a Szabóval. Ilyenről nem beszélek a Szabóval. Miért? Azért nem beszélek a Szabóval ilyenről, mert nem fogok tőle szívességet kérni. Üzleti kapcsolatban. Jó, akkor ne beszélj a Szabóval. Nem, na. Mennyit mondtál? Mennyibe kerül fejenként? Hát csak 380. 380, az mennyi az? Mi? Azt az, hogy vagyó. Ez 720. Hát ez egy vagyon. Drágám, de múltkor azt mondtad, hogy bármit kérhetek a születésben. De azt még elviszünk költőpénzt, ott valamit biztos vásárolni is akarsz, az azt jelenti, hát az majdnem 1 millió forint kicsi, nincs nekünk erre pénzünk. A gyerekeknek, ők is táborban mennek, meg kell fizetni a gyerekeknek nagyobb, a gyerekeknek nem pénz. Ne, kicsi, édesem. Nincs meg mindenük, semmiük nincs. Mi van a gyerek? Mi Jancsikának van egy boxkesztyű, egy boxkesztyű. Tudod, milyen boldog vele? Hát én még nem láttam boldognak vele. Múltkor is lehet, ugye lement ebbe a edzőterembe, és kékre zöldre verve jött vissza. Ezt akarod a gyerekből, hogy hülyét verjenek belőle, legyen. Én nem szólok bele. Én olyan Juliskával vagyok, el vagyok. Hát csak a vasorrubába kell. Na, figyelj ide. Nem, de szeretnék, tényleg van egy rajt. Születésnapom meg csak egyszer, nem egy kérdő. Nem tudunk elmenni. Nem miért? Azért nem tudunk elmenni, mert, mert nincs rá pénz. Nincs rá. Léci. Nem akarok. Nem, nincs léci. Nem, nincs. Megvakarva sem. Nem, most nem. De nem akarom megvakarni. Megvakarod?
vissza. Megvakarodom. Istenem, de várjál picit, kicsit maradjál csöndben. Szeretnék föltalálni valamit, ilyen távdolgozás, így csinálok a kezemmel, az összes munkát elvégzem, és te csesztetheted a hátra. Nem kérem a fülemet rágni! De nem szeretem, épp most, hogy nem szeretem, hány éve könyörgöm arra, hogy nem szeretem. A Jancsinak rágd a fülét, de nem az enyémet. Nem akarom! Akkor énekeljek. Hol a kezét? Énekelek. Ének, hát komolyan, esküszöm, hagyom magam, különben nem szabad. Szexet akarsz? Nem vagyok jó. Fáj a fejed. Mikor utazunk? Augusztus? Hónap múlva. Nem egy hónap múlva utazunk. Augusztus nem egy hónap múlva van. Számolj utána, most még csak május van. Akkor? Májusi, augusztusi fog fájni a fejem. De van egy... Miben fogom kifizetni? Van egy augusztusban, és elutazhatnám kellett. Mi lenne, ha itthon maradnál? És? A gyerekeket utaztatjuk el. És van 3 hónap szabadság. Nem leszek itt a gyerekek, csak ugyanannyit dolgozom. Nekem be kell mennem a kozmetikába, úgy unom már az egészet ráadásul. Tényleg, és ha nem lehet a nőknek, már mindent kitalálnak, tényleg meg radiátornak kell lenni, meg már nem tudom, mindenki. Úgy került ez a pecsét ide, azt nem értem. Akkor még amikor repülő leheted magad, drágám, valamivel nem tudom. Ja, tudom, amikor Bécsben voltam, tudom, és hoztam neked azt a szart, amivel megvádoltál, hogy nem csak Bécsben vettem, hanem a kínai vette Bécsben. Drágám, ezt már én meg. A virág se tetszett. Több kérdés is van. Magában mindenki megjósolhatja, hogy most itt lesz erről valami privát élet. Aztán további kérdés, hogy ez a szelíd erőszak, amit itt végrehajtott, ez igazából azt jelenti, hogy ő itt az úraháznál, vagy mi? De nem jött össze. Hát mi? Nem tudjuk. Lehet, hogy a virág, szerint a virági a füleget. Halálba? Akkor most inkább csak azt kérdezem, hogy ki volt ebben a jelenetben egy kicsit is szimpatikus nekünk? Megkérdezem a kisebbséget, hogy miért a nők oldalán áll. Ketten voltatok a nők oldalán. Igen. Már szavaztanak a helyen. Hogy? A helyen társadalom volt mindenki. Aha. Van a helyen társadalom. Pedig azért ilyeneket is művelnek egymással, ugye?